egész nap hajnalóta a motorcsónakkal keresték a rendőrök a május 29-i dunai hajóbaleset utolsó áldozatát a folyó Bajamenti szakaszán. A kutatásban keresőkutya, polgárőrök, a vízügy szakemberei és vadászok is részt vettek. A szakemberek arra számítanak, hogy a még eltűntként nyilvántartott dél-koreai nő holteste a partmenti úszadékon vagy egy homokzátonyon akadhatott fenn. Ma egy 18 km hosszú partszakaszt vizsgálunk át, egyrészt a dunai vízirendészet közreműködésével hajóról a vízről, illetve a parttól egy 60-80 méteres szakaszon a víz elvonulta után ott maradt úszadék között keressük a még eltűntként keresett egyetlen dél-koreai hölgy áldozatot. Kora délután a Dél-koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének katonai attaséja is a helyszínre érkezett, ételt vitt a keresésen dolgozóknak, és köszönetét fejezte ki nekik a több mint 2,5 hónapja tartó munkáért. Meg szeretném köszönni a magyar kormány, a magyar emberek és elsősorban a magyar rendőrség munkáját, amit az elmúlt hónapokban végeztek, annak érdekében, hogy a tragédia valamennyi áldozatát megtaláljuk. Számunkra ez nagyon fontos, addig nem hagyjuk abba a keresést, amíg az eltűnt nő teste elő nem kerül, mondta a dél-koreai katonai attasé. A dunai hajóbalesetben 25 dél-koreai utas és a hajó 2 fős magyar legénysége vesztette életét.